szépen a meghívást. Hölgyeim és uraim, Varró László vagyok, a Nemzetközi Energia Ügynökség gáz és villamosenergia és szén területének vezetője. Érdekes van, hogy ebben európai kontextusban nagyon gyakran csak úgy hívnak, hogy a gáz és villamosenergia terület vezetője. Az és szén az egy szignifikáns része a munkámnak, és ennek a téma szempontjából is egy nagyon fontos részeit. Elhangzott többször már az energia hatékonyság fontossága, és valaki még volt kedves azt is megemlíteni, hogy a Nemzetközi Energia Ügynökség részéről az energia hatékonyság fontosságát hangsúlyozzuk. Ez valóban így van. Ez valóban így van, az összes elemzésünk, összes publikációnk kiemeli az energiahatékonyságnak a kiemelt szerepét. Az a 450 ppm szenáriunk, amely, mint a neve is mutatja, egy a klímavédelem megfékezését leíró szenárió, ebbe rendkívül ambiciózus energiahatékonysági célkitűzések teljesítését feltételeztük, amelynek révén az energiahatékonyság javulása az a legnagyobb egyedi lépés a fenntarthatóság felé, és ezen rendkívül ambiciózus energiahatékonysági célok teljesülése mellett a világ villamosenergia igénye mindössze 12 000 terawattórával növekszik, azaz nem több, mint 6 hetente annyival, mint a magyar villamosenergia fogyasztás. És mondom, akkor, hogyha az extrém módon ambíciózus energiahatékonysági célokat teljesítem, ennek két oka van. Az egyik az, hogy hogy a nagy energiahatékonysági potenciálnak egy igen jelentős hányada az az épületállományban van, és az épületenergia hatékonyságnak a javulása az ezer ok miatt egy helyes és kedvező dolog, de miután az épületeket túlnyomó részben nem villamosenergiával fűtjük, az nem villamosenergiát takarít meg, hanem más energiaforrásokat. A másik ok annak pedig az, hogy ma jelen pillanatban 1,6 milliárd embernek nincs hozzáférése villamosenergiához, és körülbelül másik 2 milliárd az még extrém módon keveset fogyaszt. Például a történelmi adatokból utána ástam, hogy melyik volt az első olyan év, amikor az Egyesült Államok villamosenergia fogyasztásának a növekedése az lassabb volt, mint ma az indiai. Ez egyébként 1962, amikor az Egyesült Államok egyfőjutó villanyfogyasztása több mint tízszerese volt már a mai indiainak. Tehát nem létezik olyan szenárió, amiben a világ villamosenergia igénye az ne növekedne döbbenetes mértékben. Most nem sokára ünnepeljük a riói csúcstalálkozó 20. évfordulóját. Ugye ez a riói csúcstalálkozó volt az, amelyeken a fenntarthatóság és a klímaváltozás a világ közvéleménye érdeklődése honlokterébe került. Azóta eltelt 20 év, konferenciák, csúcstalálkozók, társadalmi mozgalmak, könyvtárnyi szakirodalom, hollywoodi sztárok, rockkoncertek és Nobel-díjak. És ezen 20 év alatt a világ villamosenergia szektorának a karbon intenzitása az közel folyamatosan növekedett. Nem csökkent, hanem növekedett. Tehát nem egyszerűen sokkal több villamosenergiát használunk fel, hanem az 1 kWh villany termeléséhez több széndioxidot engedünk a levegőbe, mint 20 évvel ezelőtt. Ennek egy nagyon egyszerű oka van, nekem nagyon-nagyon tetszett Jávor Benedeknek a szlájdja, a kínai szél és atomenergia kapacitások üzembehelyezéséről. Az a baj, hogyha ugyanerre a szlájdra ráálltunk volna a kínai széntüzelésű erőműveket, akkor nem fértünk volna be a terembe, mert túl alacsony a mennyezet. A szénbányászatnak a növekedése globálisan az elmúlt évtized messze legnagyobb energia növekedési forrása volt. Tehát ha megnézem azt, hogy az elmúlt 10 évben a világ energia igényének a növekedése honnan jött, annak a messze legnagyobb forrása az a szén, és a villamosenergia, a szektor karbonintenzitása is folyamatosan nőtt. Ez azért érdemes hangsúlyozni, mert itt Európában a klímavédelmi, környezetvédő körökben lehet érezni egyfajta olyan diadal hangulatot, hogy már majdnem megnyertük a háborút. Már majdnem ott vagyunk. Már mindjárt győztünk. Egyáltalán nem így van. Tehát itt most jelen pillanatban nem úgy néz ki a helyzet, és az ugye jelen pillanatban nem úgy néz ki a helyzet, hogy 3-0-ra vezetünk, és nyugodtan be lehet még a Kovács 2-t küldeni a pályára, hogyha játszol ő is egy kicsit, hanem a dolog úgy néz ki, hogy még van 90 másodperc a hosszabbításból, és be kell gyötörni egy egyenlítő gólt. Ugye azért érdekes, hogyha azért érdemes azt világosan tisztán látni, hogy hogyan is állunk a küzdelemben, mert ez meghatározza azt, hogy mennyire válogathatunk azokban az eszközökben, amiket a küzdelem megnyerésére használunk. Ugye, hogyha 3-0-ra vezetünk, és nagyon kényen mindjárt győztünk, akkor tényleg megtehetjük azt, hogy azt mondjuk, hogy ezt nem szeretem, ezt nem használom. Hogyha vesztésre állunk, akkor nagyon-nagyon mélyen el kell gondolkodni azelőtt, mielőtt azt mondom, hogy van egy létező, jelentős, nagy
széndioxid kibocsátás nélküli energiatermelési forrás, de ezt nem szeretem és kidobom. Ezen nagyon-nagyon mélyen el kell gondolkodni egy vesztésre álló háborúban. A 2700 terawattóra villamosenergiát termelnek a világ atomerővei, illetve ez a 2010-es szám idén ez más lesz. A 2700 terawattóra villamosenergia az, hogyha az ugye a gázturbinás erőművekben megtermelve, ami az elmúlt évtized beruházásait dominálta, a világ legjelentősebb nem orosz gázexportőreinek az együttes teljes gáztermelését igényelni, de hogy mondjuk azt mondom, hogy elhangzott a Nabucco csővezeték projekt, aminek ugye a keleti végén a Shah Deniz az óriás azerbajdzsáni gázmező áll, ami a diverzifikációs törekvéseinek a nagy reménysége. A világ atomerőmű villamosenergia termeléséhez körülbelül másfél évet égetnénk el a Shah Deniznek a teljes gázkészletét. Ez egy meglehetősen sok gázról van szó. Széntüzelés erőművekben pedig ez körülbelül 2 milliárd tonna széndioxid lenne, és a világ három legnagyobb szénexportőrének az együttes szénbányászata. Tehát egy nagyon, nagyon komoly tételekről van szó. Egyébként a világ villamosenergia termelése az ma így néz ki. A villamosenergia termelésnek körülbelül az egyharmada az, ami low-carbon villamosenergia termelés. Ez az arány egyébként az elmúlt 10 évben csökkent, nem pedig növekedett. A legnagyobb low-carbon villamosenergia termelési forrás azok a nagy vízi erőművek, amely egyébként szépen növekszik, tehát Ázsiában is, meg Dél-Amerikában is akkora vízi erőművek épülnek, amikhez képest bősnagyban is egy kacsa úsztató lett volna. Tehát ez egy növekvő forrás, a nagy vízi erőművek. A nukleáris energia az a második low-carbon villamosenergia forrás, ami valóban nem növekezik az elmúlt években, vagy csak nagyon lassan növekedett. Nap, szélenergia, biomassa, geotermikus energia, minden együtt, az a pici zöld. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az európai zöld mozgalmak azok a rossz háborút vívják a rossz ellenség ellen. Tehát ha te vagy az a picike zöld, és azt nagy feketét kell legyőznöd, akkor nem amiatt a közepes sárga miatt kéne aggódnod. Az az elképzelés, hogy itt meg kell válnunk az atomenergiától ahhoz, hogy a megújuló energia növekedni tudjon, az fundamentálisan téves. A megújuló energiának rendkívül gyorsan kell növekednie, mert van egy globális villamosenergiaigény növekedés, ami mondom 6 hetente annyi, mint a magyar villamosenergiarendszer, és ennek a kétharmadát fosszilis energiahordozók adják, amely arány az elmúlt 10 évben növekedett. Tehát a dolog az úgy fels, hogy a 450 ppm szenáriumban egyébként az összes megújuló energia technológia az a padlóig nyomott gázzal növekszik, mindent elnyomtunk a fantáziánknak a lehetséges határáig, és így az atomerőmű kapacitás megduplázásával éppen sikerül 450 ppm környékén maradni. Tehát ez azt mondaná, hogy és az az érdekes, hogy ebben egyébként semmilyen vita nincs az ügynökségen belül a megújuló energiával, meg a hagyományos, meg a nukleáris energiával foglalkozó kollégák között, hogy a megújuló energiának nagyon-nagyon gyorsan kell növekednie, hogyha tényleg az üzenet a zöldipar számára, hogy növekedjenek amennyire gyorsan csak tudnak, és egyáltalán nem biztos, hogy amennyien gyorsan tudnak növekedni, az elég lesz. Nem, ne aggódjanak amiatt a közepes sárga miatt, ami hál' Istennek ott van az energia mixben, mint low-carbon energia termelés. Ugye a német nukleáris moratórium az egy európai léptékű változás hozott, na most Németország az nem egy sziget. Úgyhogy megnéztük azt, hogy honnan is jön az a kiesett villamos energia, amit a bezárt német atomerőművek termeltek volna meg. Körülbelül 60%-a importból jön, a legnagyobb forrás Franciaország, a második legnagyobb forrás az pedig a Németországon belüli széntüzelési erőművek. Az érdekes dolog egyébként, hogy miután a legnagyobb forrás Franciaország, és Franciaország az természetesen nukleáris energiatermelés, úgy néz ki a dolog, hogy idén az európai nukleáris energiatermelés az lényegében nem lesz alacsonyabb, mint amilyen tavaly volt, mert a francia, illetve az angol atomerőmű termelésnek a növekedése az nem sokkal kevesebb, mint a németek a csökkenése. És ráadásul ugye a német moratórium, miután kivett low-carbon villamosenergia termelést a piacról, följebb nyomta az árakat, följebb nyomta a széndioxid kvótának is az árát, ki a legnagyobb haszonélvezője a drágább villanynak, meg a magasabb széndioxid kvótának, hát a Németországon kívüli atomerőművek. Tehát az elkezdő francnak a tőzsdei jelentését, hogyha elolvassuk, akkor ők pedig köszönik szépen, nagyon örülnek a német moratóriumnak, mert ez egy remek üzleti lehetőség a számukra, és erősíti a pénzügyi pozíciójukat. Mindeközben Németországban privát befektetők 15 milliárd eurót fordítanak jelen pillanatban éppen új széntüzelésű erőművek építésére.
Tehát ezt az aprócska tényt, ezt érdemes hozzátenni a német moratórium értékeléséhez. Jelen pillanatban Németországban több széntüzelésű erőmű áll építésre alatt, mint az Egyesült Államokban. Kína az egy külön kategória ebből a szempontból, de a német széntüzelésű erőmű kapacitás építési hullám az egy nagyon jelentős nagy hullám. Most Németországban valóban nagyon gyorsan nő a megújuló energiatermelés, kb. Olyan évi 10-12 terawattórával, és nagyjából azt gondoljuk, hogy ez fenntartható, ez a fejlődési ütem a mostani beruházási programok alapján, tehát az azt jelenti, hogy olyan nagyjából 10 év alatt el fogják érni azt a volument, ami a német nukleáris termelés volt 2010-ben. Viszont, ha én 10 éven át a megújuló energia növekedését arra használom, hogy az egyik low-carbon energiatermelést lecseréljem a másik low-carbon energiatermelésre, akkor a széndioxid kibocsátás az egyébként nem csökken. Tehát ez a másik olyan dolog, amit érdemes hozzátenni a moratórium értékeléséhez. És az úgy látjuk, hogy Németországot és Japánt kivéve a meglévő nukleáris kapacitások tovább fognak üzemelni a technikailag lehetséges üzemideig végéig. Tehát az igazi kérdés az, hogy mi történik a nukleáris beruházásokkal. Ebben a tekintetben azt mondom, hogy van egy kritikus tömege olyan nagy energiarendszerre rendelkező országoknak, amelyek politikailag pronukleárisak maradtak. Az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Franciaország, Korea, India, Kína, Oroszország, ezek mind pronukleárisak maradtak. Csak az a helyzet, hogy már Fukushima előtt is egy óriási probléma volt a nukleáris beruházások finanszírozása. Itt a fellegi miniszter úr ezt tette az utolsó helyre, én közgazdászként erről fogok kicsit többet beszélni, hogy óriási problémák voltak, és amíg a Fukushima nem lett volna, akkor is óriási akadályai lettek volna a nukleáris energiával való beruházásoknak. Ugye ezt Jávor Benedek is használta a szállít, de egy kicsit más kontextusban tudom be, gyakorlatilag a ma világon lévő nukleáris kapacitásoknak a messze túlnyomó többsége az vagy közvetlen állami beruházásból épült, vagy a villamosenergia piac liberalizációja előtt államilag szabályozott monopóliumok állami garanciák alapján. Tehát mondjuk és az, hogy ez egyébként Kínában, Oroszországban, Indiában továbbra is egy tökéletesen járható opció. Tehát ha az orosz kormány atomenergia párti, akkor az azt jelenti, hogy állami pénzből atomerőre fognak épülni, és pont. A nyugati demokráciákban, és ott most Magyarország az nem kivétel ebből a szempontból, a nyugati demokráciákban az, hogy az állam költségvetési pénzből atomerőművet építsen, az egyre kevésbé opció. Ugye amikor a francia nukleáris program történt állami pénzből, akkor Franciaországnak 20% volt az államadósság per GDP aránya, ma 80. Tehát tehát egy egészen más finanszírozási helyzet van, és természetesen a villamosági piacokon ma verseny van, ami megint csak egy más projektfinanszírozási struktúrát teremt. Rendkívül magas a tőkeintenzitása a nukleáris kapacitásoknak, de gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a finanszírozás költsége az, ami a nukleáris energia versenyképességét abszolút dominánsan befolyásolja. Mondjuk azt mondom, hogy egy plusz 300 bázispont kockázati prémium, ami mondjuk hetek alatt ki tud alakulni a pénzügyi rendszerben, az egy nukleáris kapacitásnak a teljes termelési költségét megdobja egy olyan szolid 15 euró per megawattórával. És ez egy nem tökéletes tőkepiacon, és ugye azt nem kell magyarázni, hogy a tőkepiacok nem tökéletesek, a méret az nagyon-nagyon számít. Azt gondolom, hogy a napenergiának az egyik nagy előnye a minden mással szemben az, hogy ott az átlagos folyatméret az 10 000 euró, tehát egy középosztálybeli család a megtakarításaiból szépen vesz magának egy napelemet. Ráadásban hetek alatt elkészül, több mint 300 000 napenergia befektető van Európában. Nukleáris kapacitás esetében kevesebb, mint 10 vállalat van Európában, akinek megvan a tőkereje egy nukleáris kapacitás építéséhez. Egy év projekt csúszásnak a pénzügyi költsége 800 millió euró a finanszírozásban, tehát óriásiak az pénzügyi kockázatok. Egyébként nem az atomenergia az egyetlen ilyen. Az ausztrál cseppfolyós földgáz projekteknél a tipikus projektméret az 22 milliárd dollár. Tehát az energiaszektor az egy big business. Egyébként kérdés az, hogy levonhatjuk-e azt a következtetést ebből a finanszírozási problémából, hogy akkor a jövő az a decentralizált, mindenki megtermelje magának az energiát. Tehát azt tudom mondani, hogy az ilyen van a legnapenergia pártibb, legoptimistább kollégám az azt szokta mondani, hogy a kávézóban, hogy hát ő, hogyha megerőlteti a fantáziát, még azt is el tudja képzelni, hogy a decentralizált napenergia az a világ energia igényének akár a 30%-át is tudja majd biztosítani úgy 2060 környékére. De ezen azért komoly házon belül vita van, tehát a normál előzésénk ennél azért jóval pessimistábbak. Tehát az energiaszektor az egy big business marad. Egyébként a tengeri szélfarmok, azok is milliárd eurós beruházások, a sivatagi nagy naperőművek, azok is milliárd eurós beruházások. Ezeknek a finanszírozása az egy kérdés gyakorlatilag minden energiapolitikában.
Az európai energiaszolgáltató szektor tőkeszegény. Tehát a 27 európai ország energiapolitikai vízióit összeadva, annak a finanszírozási igénye nagyjából 2,5-szer annyi, mint amennyit az európai energiaszektor finanszírozni képes. Tehát egy óriási verseny lesz az energiapolitikák között a beruházásokért. Van egy új finanszírozási forrás, nyugdíjpénztárak, biztosítók, szuverén wealth fundok megjelenése, de ezeknek nagyon-nagyon szigorú feltételei vannak, egy nagyon világos jogrendszert, nagyon világos befektetői környezetet és nagyon kiszámítható feltételrendszert akarnak a projektek finanszírozásához. Azt gondolom, hogy az, hogy atomerőműépítést külső intézményi befektető bevállaljon, az nem valószínű. Egy elkészült atomerőmű esetében esetleg talán, de egyébként ez a modell ez már működik szélenergiára és a működik villamosenergia hálózatra is. Szóval az időből kifutva köszönöm a figyelmüket.